Na sziasztok, én Oxy Foxy vagyok, és itt vagyunk a Jurassic World The Game következő részébe. És mielőtt elkezdenénk bármit is csinálni, el szeretném mondani, hogy bocsánatot szeretnék kérni, hogy ennyi ideig megint nem volt Jurassic World The Game. De sajnos mostanában van egy pár sorozat, amit kell csinálnom, meg minden. De remélem örültök azért, hogy legalább csinálom még ezt a sorozatot, vagy ilyesmi. Na, ebben a videóban nem terveztem túlságosan extra dolgokat, amiket mondjuk el kéne mondanom, vagy ilyesmi. És csak annyit szeretnék nektek elmondani, kedves nézőim, hogy aki kérdezné, hogy én hackkeltem, vagy valami, hogy ennyi kaján van, meg ennyi pénzem, annak elmondom, hogy nem hackkeltem, csak nagyon sokat spóroltam, meg ilyesmik, és keveset költöttem, és ennyi. Ezért nincs a legtöbb dínom felfullozva, és ezért nincsen sok hibridem, mert nagyon sokat spóroltam. Meg egyébként is, hogyha meghackkeltem volna, akkor sokkal több DNS-em lenne, és sokkal több dollárom. Ennyi. Na, kaját gyorsan be is szedem. Jó, ezeket mindjárt kiszedjük. Meg elkezdtem ezt a vízidínót egy kicsit fejlesztgetni, mert azért ez a vízidínó az nem olyan rossz, szerintem. De most komolyan nézzük, nincs semmi olyan, amit igazából nagyon el kéne mondanom, hogy ilyesmi. Csak hogy bocsánatot akartam kérni tőletek, hogy ennyi ideig nem volt vidi. Na. Szerintem csatázzunk egy kicsit. Na nézzük, milyen csaták vannak. Ó. Csinálhatnánk egy ilyet. Bár ezek egy kicsit izgibbek szerintem. Én főleg ezt szeretem, ezt a kártyapaketot, mert ebbe kapok valamilyen őslényt, és nem lehet tudni, hogy miért, vagy ilyesmi. Na, akkor nézzük ezt. Eléggé változatos a csapat, és eléggé erősek, szóval húha, ez egy kicsit nehéz lesz. Főleg így, hogy nekem még nincsenek felfullozva jó őslények, vagy ilyesmi. Na nézzük. Havast üti a barna jelű, és a barna jelölt üti, hóha. Ez jó kérdés, hogy legyen. Most gondolkodok, hogy legyen, mert ez nekem most így egy kicsit nehéz. Megnézem a másik. Ó, ez a másik csata meg vízi. Még jobb. Inkább nézzük, próbáljuk meg ezt a csatát, ez egyszerűbb. Mert ebben át tudom nézni, hogy mi van, meg nem kell százszor próbálkoznom, mire nyerek. Na nézzük. Repülős, hús. Akkor nekünk kell. Ez megint egy jó kérdés, hogy mit rakjunk be. Hát igazából nem kell valami erős növényevő, mert. Jó, mondjuk téged beteszünk, és akkor mondjuk téged, meg téged. Bár nem biztos, hogy a vízit leütik. Na, mindegy. Megpróbáljuk. Nem biztos, hogy a... Nézzük, nem biztos, hogy a egész csatát végig fel tudom venni. De... Úgy gondoltam, hogy ezt a első csatát felveszem, akkor talán a középső, szóval kb. A harmadikat, vagy nem tudom mennyi csata van pontosan, meg az utolsót. Szóval így három csata formájában megpróbálom fölvenni, és akkor meglátjuk, hogy mit kapunk ebbe a legendári paketba. Egyébként nem tudom, hogy a legendári paketot miért változtatták meg így, hogy valami gold, valami lett a neve, mert szerintem az teljesen jó volt, hogy legendári paket, és akkor ott volt rajta egy legendári dinó, meg stb.
Nem tudom, miért kellett megváltoztatni. Meg hogy miért pont a Ostafikasaurus van rajta. Jó, az egy izé, legendári, de nem a legjobb legendári szerintem. És milyen sokáig tart már ennek? Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain. No, I've still got a lot of fire left in me.